A víz nem természetes környezetünk. Életben maradni csak speciális felszereléssel tudunk. Bár odalent nagyon sok látnivaló akad, mindezt csupán véges ideig élvezhetjük, mielőtt palackunk kiürül, és vissza kell térjünk a felszínre. Teknősök és halak békés együttérésben lakják a korallszirtet. Zöld növények hiányában, melyek eltakarnák előlünk a tájat, színek széles skáláját figyelhetjük meg. A búvárkodás különleges felszerelést igényel. Maszk, légzőcső, lebegést szabályozó mellény, nyomásszabályzó, palack, búvárkomputer, vizes ruha, huszony, és a felszínen egy búvárnapló. A korallszirt közelében állatok és növények teljes harmóniában élnek. Ez a bohóchal otthonában, egy tengeri rózsában pihen. Mások körülússzák a szomszédságot. Egy kék pöttyös rája mindig a talaj közelében úszik. Tengeri teknősök akár a 100 évet is megélhetik. Elköszönésképp az elsüllyedt hajók az óceán világának részévé válnak.